November 30-a a kocsmárosoknak alapban örömünnep, hiszen ilyenkor végződik a száraz november, viszont november 30-án van a Movember nevű újfajta mozgalom micsodája? Hát ünnepe, aminek az a lényege, Ausztráliából ered, és a lényeg, hogy a musztás, vagyis bajusz és november szavak összevonása, a lényeg, hogy a prostata, ami hüvelygombánk. Erről sokkal kevesebbet beszélünk, mint a fociról, és túráztam a sört. Hogy hívják a Manchester Citybe azt a nagyon tahó argentin hátvédet? Tudod? Na, neki? Például. Bocs, hogy hívják a Manchester Citybe azt a nagyon tahó argentin hátvédet? Otamendi, ez az. Otamendi? Olyasmi? Igen. Tavaly még nem is volt indulvány, tavaly még itt nem volt. Szóval bizonyos helyeken bizonyos támogatók fizetik helyetted az egy hónapon át növesztett bajusz és szakáll levágását. Csak most például, most nem egy cseppes rásztadok, ugyanúgy nullával volt lefele megfélel, vagy mindig irány volt nullás. És oda jött egy átmenet, viszont a szakálla az mindig egy jó, egy 6-8 centra hosszabban és nullás átmenet volt az egész világ. Most azt nem azt tudom, hogy vállalok, de csak ez így. Nem tudom hosszabbra, én annyira szeretném, de lehet, hogy megállt. Az, igen, van ilyen. Nem tehát lehet, hogy ezzel kell gazdálkodnak. Aha, jó. Az jó lesz. Azért van ebben valami mélységet sem felháborító, nem? Köcsög celeb, elmegy így az akcióban, ingyen csináltat egy király szakállat, plusz sör, és akkor az egész ilyen álságosan, hogy akkor ez a felvilágosító kampány, ahelyett, hogy elmenne ez a gyökérre, egy igazi kemény prostata vizsgálatra. Háj, nagyon félreismertetek. Az egyik benyúl a másik segébe. Nem véletlen, hogy egy olyan urológust választottam, akivel a játszótérről, a játszótéri apukaként ismerjük egymást. A játszótéri apukák közül hánynak hatoltál már be rektálisan? Volt rá példa. Voltam már urológusnál, tehát mondták, hogy fájni fog. Csak az egy ilyen kicsit túltolt menedzserszűrés volt, és én a proktológiáról jöttem alá, benyomtak a seggembe egy tölcsért. És ahhoz képest nevetséges volt az urológus, semmi, tehát egy új... Pontosan így van. Pontosan. Nem tudom, miért paráznak ettől annyira. Általában egyébként kellemesen szokták csalódni. Na, ugye? Inkább mindenki nagyobb érdelemben jön az urológushoz, de utána általában egyébként inkább kellemes csalódás szokott lenni. Na jó, most már ne húzzuk az időt, nem toljam le a gatyát. Igen. Igen? Kérlek, hogy a könyökömre inkább, és a könyökömre nem kell se feszíteni, se semmi. Jó. Jó? Igen. Jó. És meg volt? Ennyi volt. És most ebből mit tudtál meg? Ebből én megtapintottam a prosztatának az alakját, a felszínét, a konzisztenciát, ugye, milyen tömöttségű a prosztata. Igen. Ennek alapján ez teljesen normálisnak tűnik. Úgyhogy nem erő fel a daganatok, hogy amilyen. Igen? Igen. Juhú! És ennyi az egész? Ennyi az egész. Gatyát fölhúzhatom? Gatyát, igen. A prostata amúgy mire jó? A prostata az a nemi szervekhez, a nemi szervrendszerhez tartozik. De mit csinál? És gyakorlatilag az ondováladéknak a 30-35%-át termeli, ami ugye szükséges a spermiumok ugye mozgásához. Attól lesznek gyakorlatilag ugye a spermiumok fürgebek, hogy ugye ez a váladék bizonyos anyagokat termel, amitől ugye a spermiumnak a mozgásához kell. Abban jobban úszik a spermium? Hát ugye ez ennél egy kicsit bonyolultabb, de igen. Tehát, hogy a hosszú katinka a spermium, akkor a Duna Arena vízét termeli a prosztata? Körülbelül, igen. Ugye a prosztata és mellette van meg egy másik szerv, az ondahólyag, és a kettő, a prosztata meg az ondahólyagok termelik ugye ezt a ondaváladékot. A prosztatarákhoz egyrészt súlyos, másrészt ugye elég gyakori betegség, mert ugye itt a férfiak körében második leggyakoribb betegség. Mi az első? Az első az tüdőrák. És azért lenne fontos ez a vizsgálat, ugye ennek az lenne a fő szerepe, hogy időben vegyük észre ezt a daganatot, mert akkor van nagy esély, hogy egyrészt meggyógyítsuk a beteget, másrészt ugye a kezeléseknek is lehetnek mellékhatásai, de hogyha időben van felfedezve ez a betegség, akkor úgy tudjuk kezelni ezt a betegséget, úgy tudjuk gyógyítani, hogy életminősége megmaradjon a betegnek. És ehhez egy ködölt bajusz, kicsit olaszos.